Hát bizony János. Ki ő? Hol találkoztam vele először? Mikor látom majd utoljára? Nem tudom. De a bölcsőmnél már ott volt. Szervusz, öcsém! Nagyra nőj! Úgy beszélt hozzám némi fölénnyel, mint olyan ember, aki már többre vitte, mint én, de jó akarattal azért, mintha akarná mondani, hogy ez már valami. Minden esetre jó, ha az ember előbb megszületik. Enélkül nem jut messzire senki a mai világban. Körülbelül ennyit fejez ki a viselkedése. Aztán megállapítja, hogy a fülem egészen az apámé, az orromat, mintha az anyámból vágták volna ki. Tessék elhinni! A sohasem lehet tudni, mi lesz a gyerekből idővel. Mit lehet azt előre tudni, kérem? Hát bizony, Kovács úr, akárki úr, a nevét nem tudom. Nem emlékszem rá, elfelejtettem. Elfelejtettem, mert mindig és mindenütt vele találkozom. Őt minden helyzet, amiben találkozhattunk, egyformán érdekli. Mikor megszülettem, a születésről beszélt. Mikor vonaton találkoztunk, a vasútról. Temetésen a halálról, kiállításon a képekről. Vitatkozni nem igen lehet, mert amit ezekről a dolgokról elmond, a legfrissebb és legkipróbáltabb bölcsesség. Most is itt ül és megjegyzi, hogy abbizony szép dolog, ha az embernek tehetsége van az íráshoz. De hát az úgy látszik, vele születik az emberrel. Már az igaz. Ott lesz a halálos ágyamnál is. Hozzátartozóimat meg fogja nyugtatni, hogy nekem talán jobb így. Legalább megszűnnek a szenvedéseim. Az is valami. Igaza lesz neki. Kicsoda ő? Ő nem a szavak embere. Hogy hát minek az embere tulajdonképpen, ha nem a szavak embere, azt bajos eldönteni. A hát bizony Jánosok nem beszélnek, hanem cselekszenek. A többi az csak olyan filozofálás, uram, nem ér az semmit. A szavak embere inkább csináljon valami okosat, kérem, menjen el kapálni. Majd ő beszél helyette. Amit ő mond, annak van súlya, értelme, veleje, mert ő nem a szavak embere. Lássuk hát, mit beszél. Kérem, én nem az az ember vagyok. Ő tudnilik egészen más ember, mint a többi. A többi ember mind szerénytelen és nagyképű, és valami különösnek képzeli magát, kérem. Ő nem ilyen, ő szerény. Én csak egy szimpla ember vagyok, azt mondja. Nincs még egy ilyen szimpla ember, mint én. Ő az egyetlen tucat ember a világon. Mert neki van belátása, nem úgy, mint kérem azoknak, már bocsánat a kifejezésért, kérem, tisztelet a kivételnek, mindenféle népeknek, kérem, akik így meg úgy, kérem, nevetséges. Mert ugye itt van, kérem, mindjárt például bocsánat a zsidókkal. Kérem, én nem az az ember vagyok, aki azért, kérem, mert mondjuk ugyebár valaki zsidó. Kérem, a 20. században, kérem, nem is lehet így beszélni, mert ma már más világot élünk, és én nem az az ember vagyok, aki nem méltányolná, kérem, hogy nagyon sok derék tisztességes zsidót is lát az ember manapság. De kérem, azért van abban valami, kimondom, kérem, á, per té, ha fel is akasztanak, kérem, van abban valami, amit az a gömbös mond. Ő kimondja, kérem, ő nem fél. Ő az igazság, óvatos, szerény, de kérlelhetetlen bajnoka. Őt nem lehet félrevezetni, vagy megfélemlíteni. Ő nyáron nyíltan hirdeti, hogy kérem, akárkinek a szemébe mondom, hívják ide nekem azt az embert, kérem, nagyon egészséges dolog ez a jó kis meleg. Kérem, ilyennek kellene lenni mindig. Szerény véleményem szerint, kérem. Lehet, hogy tévedek, a lónak 4 lába van, kérem, mégis megbotlik. Télen ugyanilyen melegen pártolja aztán a hideget, mint amilyen hűvösen elzárkózik kánikulában ama konzervatív elemekkel szemben, akik izzadnak és káromkodnak. Ő nem az az ember. Ő nyíltan, egyenesen a szemébe mondja a méltóságos úrnak, hogy de bizony, méltóságos uram, az már derék dolog, amit csináltok, méltóságos uram, megmondom a szemedbe. Az Istennek is a szemébe mondja, hogy az már igenis nagyon szép ám a világ, amit teremtettél, kegyelmes uram, bizony Isten. Elmondanak neki valamit, valami csekélységet. Hogy Hamlet megölte a mostó apját,
Vagy hogy Lírt elhagyták a lányai. Ez éppen olyan kérem, mint nyáron a kacsákkal kérem. És kész. Minden elveszti tragikus jelentőségét, és a világ rendkívül kényelmes és világos dologgá válik. Az a hóbortos Newton, meg az a destruktív Einstein, meg az a félbolond hogy is hívják, aki mindig filozofál, kérem, pedig az a filozofálás, kérem, éppen olyan, mint a sógorommal, aki addig okoskodott, még beleesett a kátrányos hordó. Egyebekben pedig a víz éppen olyan, mint a tűz, és az élet éppen olyan, mint a halál, és a jó éppen olyan, mint a rossz, és az egész világ éppen olyan, mint szeretne lenni. Tessék már mondani a színház. Tessék már mondani, ezek a minden sok népek. Hogy összeszaladnak az ember elnézi? Nem bolondság, tessék mondani. Hát igen, olvasom meg, hallom is, hogy színházi válság. Kérem, én nem vagyok szakember, kérem, én azt nem tudom úgy megfogalmazni, mint a szerkesztő urak. Az én véleményem szerint az a baj, hogy bocsánat az erős kifejezésért, nem jól van ez. Kérem, tegyük fel, kérem. Kérem, nem akarok senkit sérteni, de tegyük fel, kérem, hogy én elmegyek, kérem, ebbe a színházba, kérem, mondjuk. Nem mondom én, kérem, az a Shakespeare mindjárt micsoda művelt ember volt, azt tessék mondani. Kérem, kimondom, nagyon is vernek érte, nagy ember volt, bocsánat a kifejezését. Most kérem, elmegy az a kisivatalnok a színházba. Azt kérem, tessék elhinni, azért megy abba a színházba, kérem, hogy elfelejtse a gondját, kérem. Elég neki, kérem, egész nap. Akkor aztán jön az a színház, és mindenféle rémséget játszik meg olyan bolondságokkal. Hát nincs igaza, kérem, annak a kis hivatalnoknak. Megmondanám, kérem, mit kellene játszani a színházakba. Jó darabokat kellene játszani, kérem. Na, kérem. Ez az igazi egyenes beszéd, kérem. Vagy vegyük például, kérem, itt van mindjárt az Adien. Költő ember volt, az művelt ember, filozófiás ember. Csak hát nem hagyták, ugye? Hogy hát bolondságokat írt, mondják némelyek. De csak azért írta a bolondságokat, hogy fekete zongora meg mi, hogy lássák az urak és szégyeljék magukat, amiért eddig üldözték az igaz magyar költőt, míg nem volt kedve neki mást írni, mint mindenféle bolondságokat, hogy azt mondja, tüzet tevett a hold arosebegyek. Magyar ember volt, az magyar volt annak minden parcikája. Belég magyar ember volt, hisztériákus ember volt, na kérem. Hát azért féltek tőle, jóféle szadiákus ember volt. Olyannak is kell lenni. Még a jövőt is kiakumulálta előre, kérem, mint a proféta. Megmondta, kérem, vagy így lesz, vagy úgy lő. Megmondta. Tessék, nem volt igaza? Az Isten aranyozza meg a kezét, még a haló porában is, mint az a gyönyörű verse neki annak az Ádinak, hogy hogy is megy, megállj csak, na. Na, mindjárt megvan, azt mondja. Hulló falevél, sárgulva beszél,